Szijjártó Péter külügyminiszterként az Adrián a hivatalos útról készült videót maga töltötte fel Facebook oldalára. Arról viszont semmit sem tudni, hogyan került augusztusban Szijj László építőipari vállalkozó hajójára. A miniszter ezt többször is magánügynek nevezte, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy soha nem volt köze korrupcióhoz. Legutóbb múlt héten kérdeztük erről. Szijjártó Péter részéről lehet, hogy magánügy, de a Magyarország külügyminiszterének be kell számolni arról, hogy hogyan juthatott erre a hajóra, hogy ezt ajándékba kapta ezt az utat, vagy pedig fizetett érte. Számíthatunk-e arra, hogy ezekre a kérdésekre a későbbiekben válaszol? Hiába kérdeztük sokadszor is. Ahogy eddig is, úgy ezután is a magánéletemet és a közéleti tevékenységemet a lehető legélesebben elválasztom egymástól, igaz az a nyilvánosságra és a döntéseimre nézvést is. Ezért is most szívesen válaszolok minden olyan kérdésre, ami a munkámmal kapcsolatos. A hajóút egy hétre akár 60 millió forintba is kerülhetett. Egy hasonló jacht napi bérleti díja ugyanis meghaladhatja a 10 millió forintot. Erre Szijjártó Péter miniszteri fizetéséből nem telt volna. Nagyjából egy heti hajózás árát 68 millió forintot vett ki osztalékként fél év működés után belső építészettel foglalkozó cégéből a miniszter felesége. A 24.hu írta meg, hogy a tavaly júniusban alapított vállalkozás 229 millió forgalom mellett csaknem 71 millió forint adózott eredményt ért el fél év alatt, amelyből a tulajdonos 68 millió forintot fel is vett osztalékként. Hadházi Ákos független képviselő szerint ritka, hogy egy cég az alapítás után fél évvel már ilyen sikeres. Minden luxus miniszter mögött áll egy feltűnően sikeres üzletasszony, akinek a feltűnően sikeres vállalkozása fedezheti a miniszternek a luxus életmódját. Az ügyben ma kerestük a külügyminisztériumot, szerettük volna megtudni, hogy Szijjártó Péter a családi nyaralás költségeit a felesége bevételéből fedezte. A tárca sajtóosztálya csak annyit válaszolt, a külügyminisztériumnak semmilyen információja nincs olyan magánemberekről, akik nem a külügyminisztérium alkalmazásában állnak. Ez a miniszter feleségére is vonatkozik.